Az új parlamenti ülés a közelettével Korodi Attila parlamenti képviselő és Táncos Barna szenátor széleskörű konzultációs sorozatot indít. A találkozók célja, hogy felmérjék, melyek azok a területek, amelyeken szükséges törvénymódosító javaslatokat benyújtaniuk. Csíkszeredában sajtótájékoztató keretében beszélt a két RMDSZ-es elöljáró a jövő héten útjára induló közvita sorozatról, amikor a választókerületek településein különféle társadalmi rétegekkel tartanak találkozót. Korodi Attila parlamenti képviselő híradónknak elmondta, hogy minden értelmes törvénykezdeményezés reményeik szerint a közvitákból fog megszületni. Rengeteg gond van, mert küszködik az egészségügy, oktatás, közigazgatás, mezőgazdaság, a fiataloknak az életkörülményei egyre változnak ahhoz képest, hogy mi hogy nőttünk fel. Legyen az munkavállalók, vagy akár a civil szervezetekben dolgozók, szociális hálóban működtetők, Caritas hálózatot működtetők, mind olyan dolgokkal szembesülnek, amelyeket ha mi megértünk, akkor sokkal hatékonyabban dolgozunk. Abban bíznak, hogy ha konkrét témák mentén alakulnak ki közviták, akkor ők a parlamenti munkájuk során abból építkezni tudnak, és ezért is tartják fontosnak az ilyen jellegű találkozókat. Szükség van ezekre a találkozókra, szükség van arra, hogy azokkal beszéljük meg a valós problémákat, akik ezekkel nap mint nap találkoznak, és az ők javaslataikat vigyük be a parlamentbe, vigyük be a minisztériumokba, és próbáljuk belőle jogszabályt alkotni. A felmerülő problémák kapcsán elmondták, hogy törvénytervezetek és törvénymódosító javaslatok révén keresnek megoldást, illetve amennyiben ezek csak kormányhatározattal, miniszteri rendelettel orvosolhatóak, akkor az egyes szaktárcákhoz nyújtanak be javaslatcsomagot, és ellenzékből próbálják azokat fenntartani.